Nagyon nehéz ezeket az eseteket észrevenni, hiszen sok esetben rejtve maradnak, akár hosszabb időn keresztül is. Abban az esetben van esélyünk arra, hogy észrevegyük ezeket a jeleket, hogyha kialakul egy nyitott légkör a gyermekeket körülvevő szakemberek és a gyermekek között, ha ki tudnak alakítani egy bizalmi kapcsolatot a gyermekekkel. Rendszeresen járunk így a tanácsadókkal, szakmai vezetőkkel családlátogatásra, és már az első pillanat nagyon sok esetben sok mindent meghatároz. Hogyan fogadnak a gyerekek, hogyan beszélgetnek, hogy nyitottak-e, közvetlenek, barátságosak, mosolygósak. Ez mindig nagyon jó érzés egy szakembernek. De azt tapasztaljuk, hogy egy-egy gyermek visszahúzódó, félénk, nem mer megszólalni, figyeli a körülötte lévő felnőtt embernek a reakcióját, hogy én most jót mondtam-e, biztos azt mondtam-e, amit elvárnak tőlem, akkor én azt gondolom, hogy szakemberként már odafigyelünk ilyenkor minden tünetre és jelre. Jel lehet még a regresszív viselkedés, például, hogyha egy szoba és ágytiszta gyermek tehát problémája lesz a vizelettartással, zseppénzt nem kapja meg a gyermek, és ez miatt jelez felénk, a ruházata nem megfelelő, illetve ha látogatjuk a családot, akkor figyeljük meg, hogy a családban hol helyezkedik el a gyermek, hogyan kommunikálnak vele, tudunk-e vele négy szem közt beszélgetni. Ezek is jelek lehetnek, hogy gond van a családban, gond van a gyermek viselkedésével, nevelésével, és ekkor már figyelhetünk a megelőzésre. Hogyha úgy hirtelen a korábban beszédes gyermek szótlanabbá válik, vagy kerüli a szemkontaktust velünk a kommunikációjában. Közösségi szinten pedig észrevesszük ezt akkor, amikor izolálódik, kerüli a többiekkel való kapcsolódást. Előforduló jelek például a passzív viselkedés a gyermekek között, a szemkontaktus kerülése és a konfliktus helyzet utáni feszült hangulat. Ezekből lehet következtetni arra, hogy esetleg kortárs bántalmazás történt, és ugye a gyermekek ezt így közlik is velünk, hogy ez történt, az történt, akár a szemlélők, akár a bántalmazott gyermekek. Ha a gyermeknek a teljesítménye, az iskolai teljesítménye romlik, ez már egy ilyen lehet. Hogyha a gyermek agresszívvá válik, megváltozik a viselkedése, magatartás romlás áll fönn, ebből is lehet rá következtetni, hogy otthon a családban már valami nincsen rendben. Előfordulhat, hogy a gyermek közönyössé válik, vagy abszolút bezár, és nem kommunikál a nevelőszülői tanácsadóval, vagy a gyermekével. Fontos hallgatnunk a megérzéseinkre, és én azt gondolom, hogy felelősségünk is hallgatni a megérzéseinkre, hiszen ha nem tudatosítjuk ezeket az apró jelzéseket időben, akkor nem tudjuk megtenni a megelőzéshez szükséges lépéseket sem. Mindenféleképpen a gyermekek biztonsága az elsődleges, hogy ha más gyermek is van a családban, akkor velük ne történjen meg. És felhívom a kollégák figyelmét is arra, hogy reagáljanak érzékenyen a különböző jelekre. Például, hogyha elmennek iskolába és érdeklődnek a nevelőszülőről, a gyermekekről, vagy az óvodába. A pedagógusok mondhatnak olyan információt, amit mi nem tudhatunk a gyermekről. Érdemes ezekre odafigyelni. Vagy ha a kollega azt érzi, hogy valami nincs rendben, akkor erre figyeljen, ne söpörje a szőnyeg alá ezeket az érzéseket, kérjen rendkívüli felülvizsgálatot, ellenőrizze a gyermekek ruházatát, zseppénzét, jelezze, hogyha valamilyen problémát érez, észlel. Én mindig hallgatok a megérzéseimre, hallgatok az apró jelekre, odafigyelek ezekre a jelekre, tudatosan készülök minden egyes találkozásra, feltérképezem a családdal kapcsolatos háttérinformációkat. Én azt gondolom, hogy ez a mi szakmánkban nélkülözhetetlen. A legfőbb motiváció azt, hogy a gyermekeinket megvédjük, visszaállítsuk azt a bizalmat, ami ilyenkor esetleg megrendül, és a legfontosabb az, hogy leszűrjük azokat a tapasztalatokat, hogy megelőzhetőek legyenek az ilyen vagy ehhez hasonló esetek. Azért fontos, hogy adekvát és megfelelő válaszokat adjunk bántalmazás vagy bántalmazás gyanújának az esetén, mert hogy azt kell közvetíteni a gyermekeink felé, hogy annak ellenőre, hogy ők egy bántalmazó, mérgező családi környezetből érkeznek, az esetünkben nem marad semmilyen bántalmazásra utaló jel válasz nélkül a felnőttek részéről. És ezt nekünk deklaráltan ki kell fejeznünk mindennapokban feléjük, azt gondolom.